Jó estét kívánok, a közügyeket látják, mai témáink pedig 15. napja tart a Csentánál a gazdák félsávos útlezárása. Továbbra is azt kérik, hogy a földtörvényt vonják vissza eljárásból, és a helyi gazdák számára kedvezőképpen alakuljon majd a bérbeadási helyzet, hogy Csentánál mi történik, mindjárt mutatjuk. Milyen támogatásra számíthatnak jövőre a mezőgazdasági termelők? Ez is az egyik központi kérdés, amely a jövő évi költségvetés megvitatása kapcsán merült fel. A szerbiai parlament ugyanis ma megkezdte a 2016-os költségvetési törvény és a kísérő törvényeknek a megvitatását. Mire jut a jövő évi büdzséből Vajdaságnak? Erre a kérdésre is keressük a választ. A közügyekben pedig jogbogozunk is, mégpedig Varga László köztársasági parlamenti képviselővel, jogásszal. A téma a legalizálás lesz. Ezek a mai témák, kezdünk. Van egy témája, vagy hozzászólna? Kattintson ránk! Közügyek a Facebookon is. Kedvelje és ossza meg! www.facebook.com/közügyek. Tizenötödik napja tart a bánáti gazdák tiltakozása Csentánál. Félsávos útlezárást tartanak, azt mondják, kitartanak. Volt, amikor már 200 traktor sorakozott fel az utakon, ma valamennyivel kevesebben voltak. Csentánál pedig a délutáni órákban ott volt kollégám Kecskés István. Szia István, mi a helyzet Csentánál, mit követelnek ma a termelők? Köszöntöm a nézőket Csentáról, ahol immár 15. napja tart a gazdák félsávos útlezárása. A gazdák lényegében nem Csentáig akartak eljutni, hanem Belgrád irányába indultak a bánáti gazdák, azonban a rendőrség a Temes hídjánál megállította őket, és itt vesztegelnek immár 15. napja. A gazdák követelése, mint az összvajdasági gazdáknak az alapkövetelése, hogy vonják vissza az eljárásból a földtörvény módosítására benyújtott törvénymódosítási javaslatokat, amelyek ugye lehetővé tennék a külföldiek számára, hogy földhöz jussanak. Ez az alapkövetelmény, ezen kívül most már vannak más követelések is, mint például az, hogy a szabad mozgást is kifogásolják, illetve azt, hogy a szabad mozgásukban korlátozzák őket, és emiatt a gazdák már úgy gondolták, hogy a jogvédőhöz is fordulnak, mivel úgy gondolják, hogy jogtalanul állítják meg őket, és nem engedik őket Belgrádba, hogy kifejezzék tiltakozásukat ott, ahol szándékozzák. Hogyan tiltakoznak most a termelők? Elindultak-e végül gyalog Belgrád felé? A tiltakozók, mint mondtam, félsávos útlezárást végeznek, csinálnak már 15. napja, azzal, hogy időnként, tehát egy óra hosszányira Csenta főutcáját teljesen lezárják, pontosabban nem is ők zárják le, hanem amikor a traktorjaikkal úgymond indulnának Belgrád irányába, akkor a rendőrség kiáll elébük, és gyakorlatilag ez egy macska-egér játék, egy patthelyzet, amit hát úgymond naponta megismétlődik ez a helyzet, és így tiltakoznak. A Belgrád irányába nyilván erről a helyről nem tudnak eljutni, hogyha a rendőrök ezt nem teszik számukra lehetővé, és ez továbbra is, tehát úgymond egy zsákutcába jutottak a bánáti gazdák, és egyszerűen nem tudnak, tehát a Temesen nem tudnak átjutni, a Temes hídjára viszont nem engedik fel őket. Milyen utakon, meddig juthatnak el a gazdák? A gazdák különböző utakon értek el idáig, tehát innen tovább, mint mondtam, nem juthat, nem mehetnek tovább, de viszont különböző határi határokon és különböző mezőkön keresztül jöttek ide, jutottak el, voltak, akiket megállítottak, a magyar csernyék mesélték, hogy
többször is megállították őket a rendőrök, leterelték őket a főbb utakról, de akkor ők ezt úgy oldották meg, hogy a határi utakon haladtak tovább. Na mostan itt 30 kilométernyire Belgrádtól viszont beállt egy úgymond ilyen egy álló háború, az első világháborúra emlékeztető helyzet, amikor is egyszerűen egyik fél sem bír, se lép tovább, a rendőrök itt vannak, egy autóbusznyi rendőr itt van már napok óta, és időnként, tehát amikor a gazdák úgymond fenyegetésként beindítják a traktorjaikat, akkor a rendőrök elállják az utat. És ez így ismétlődik, hogy ennek mi lesz a vége és meddig fog ezt tartani, ezt egyenlőre nehéz megjósolni. Milyen a hangulat Csentánál, mennyire eltökéltek most a gazdák? A hangulatról nehéz beszélni, mivel a gazdák viszonylag elszántak, és úgy gondolják, hogy egyszerűen ezt nem hagyják annyiban. Tehát az utóbbi napokban észrevettük, hogy egy kicsit megritkultak a sorok. Egyes számítások szerint két nappal ezelőtt mintegy 200 traktor volt itten, most azt mondják 160 van. Egy kicsit foghíjasabbak a sorok, de azt mondják a gazdák, hogy egyes gazdák, egyes kollégáik csak hazamentek egy-két dolog miatt, és utána folytatódik ez. Úgy tűnik, hogy a gazdák elszántak, és nyilván nem fognak egykönnyen leállni. Ezt bizonyítja az is, hogy a múlt héten volt egy javaslat a gazdák köréből hangzott el ez a javaslat, hogy a félsávos útlezárásról mondjanak le, tehát álljanak le teljesen az útról, tegyék lehetővé, hogy mindkét sávon folyhasson itt a közlekedés Csent a főutcáján, viszont a gazdák többsége ezt elvetette. Tehát azt jelenti, hogy a gazdák kitartanak, és mindez attól függ nyilván a helyzet további alakulása, hogy mi történik ma Belgrádban, ahol a kormány és a gazdák képviselői tárgyalnak. Kecskés István Csentáról köszönjük a délutáni információkat. Délután 3 órakor kezdődött meg a gazdák egyeztetése a minisztérium képviselőivel, legalábbis a korábban bejelentett információk szerint az egyeztetésről egyéb információk még nem kerültek a nyilvánosság elé. A Csentánnál tiltakozó gazdák azt mondják, ebben az egyeztetésben bíznak, de ha kell, a végsőkig kitartanak. Kollégám Kecskés István Csentánál Mészáros József magyar csernyei gazdával készített interjút. Köszöntöm a nézőket a Belgrádtól mintegy 30 kilométerre fekvő Csentáról, ahol a bánáti gazdák immár 15. napja tiltakoznak és próbálnak tovább jutni a főváros irányába. Beszélgető társunk Mészáros József, magyar csernyei termelő, aki a kezdetektől fogva itt van a tiltakozókkal. Az első kérdésünk az volna, hogy miért tiltakoznak, és miért elégedetlenek a bánáti, és nem csak a bánáti gazdák? Mi azért tiltakozunk, mert szeretnénk, hogyha visszahúznák az új földtörvényt, valamint újra tárgyalnák. Mind polgárunk tudja valószínűleg, hogy a külföldiek részére, valamint hazai tajkunok részére szeretnék az állami földnek 30%-át 30 évre bérbe adni. Mivel tudjuk, hogy mi is földművelésen foglalkozunk, mi ugyanazt a bérletet mi is megbírnánk fizetni, valószínűleg még nagyobb árat is fizettünk, valamint fizetünk most is az állami földekért. Az nagyon téves, amit hangoztatnak a fővárosunkban és nagyobb városokban, hogy a parasztok elégedetlenek, mivel hogy még így is, hogy 8000 dinárt fizetünk a földnek hektárjait, mi viszont pedig itten 25-30-40 ezer dináros hektáronként fizetünk bérletet a földekért. Mióta vannak itt, és hányan, és mi a céljuk, meddig bírják ki ezt az idegek háborúját? Hát ez mostan a 15. napunk.
Hát, hogy meddig leszünk, azt nem tudjuk még előre. Most van a küldöttségünk oda Belgrádba, tovább tárgyaláson, és este 5-6 óráig nem tudjuk, hogy mi lesz a továbbiakban. Mi szeretnénk, hogyha zöldágra vergődnénk a hatalommal. Reméljük, hogy a megbeszélés a mi javunkra fog eldőlni. Mi az oka, vagy mit gondolnak, mi az oka annak, hogy most a külföldiek részére akarnak ilyen kedvezményes lehetőséget nyújtani? Ez azt jelenteni talán, hogy a hazai gazdák nem képesek arra, hogy megmunkálják az állami földek egy részét? Szerintem az nagyon téves hit az, hogy a külföldiek jobban tudják a mi földünket megmunkálni, mivel ezen a földterületen mi élünk itten, tudjuk minden talpalnyi földünket, hogy milyen állapotban van, valószínűleg azt is, hogy tudjuk, hogy mivel kell munkálni. Habár könnyebben munkálnánk, hogyha az állam kicsikét mellettünk állna, az téves az, hogy a külföldi befektető szerintem a hazai paraszttól nagyobb befektető külföldről sem hiányzik, mivel tudjuk azt, hogy egészen által 12 hónapig bombáznak bennünket ilyen-olyan kölcsönökkel, míg föl nem veszik, mikor följük, utána pedig az állami földeket szeretnék tőlünk elkaparintani, csak azon nem gondoskodik senki se szerintem, hogy miből tudjuk mi ezt majd visszafizetni. Elveszik a házunkat, a földjeinket, és akkor hol leszünk? Az marad nekünk is, hogy egyesülünk majd a migránsokkal, és akkor mi is megyünk ki külföldre, és akkor adjuk ki a földjeinket a külföldi gazdáknak, vagy az itteni nagy tajkunoknak, mivel hogy hát akkor az tudjuk mi is, hogy egy paraszt családban, mikor a földhöz nyúlnak és azt adják el, az már a végső stádium, akkor kezdenek azok, hogy kezd begazolni az udvar, és mikor egy paraszt udvar begazlik, akkor azt tudjuk, hogy hány óra van, hogy az a család az befejezte a karrierit. Úgyhogy szerintem itt is ez már a végső, hogy az állami földhöz nyújtunk, az már baj, mikor a talaj, a talpunk alatt nem a sajátunk, nem idirigálunk belőle, ez már nagy probléma lesz akkor. Ha netán ezt a törvény módosítási javaslatot mégis elfogadják, akkor ennek milyen következményei lehetnek az országra nézve, nem csak a gazdák szempontjából? Ez az állami földek eladása, szerintem ez a végső stádium, és ez egy pillanatnyi megoldás az ország részéről. Hosszú távon pedig rossz bele gondolni. Mi itt még ilyen 50-60 éves termelők, még valahogy ki fogjuk húzni, csak azt nem tudjuk, hogy mi lesz az a fiatal termelőkkel, mondjuk mind a mi fiainkkal, lányainkkal, vagy bárkivel. Itten a vásárló erő annyira el fog fogyni, hogy hát itten sorba a gyárakat, üzemeket fogják bezárni, mivel nem lesz nép, aki vásárol. Ha földművesnek nem lesz pénze, nem csak a földművesről van szó, akkor a gyáripar is ugyanúgy csődbe fog menni, ezek a külföldi befektetők pedig nem fognak annyi pénzt itt hagyni az országba, hogy abból a szociális eseteket is ki tudják fizetni. Mondjuk azt, hogy itten, ha ezt a földmennyiséget szétosztanák fiatal gazdáknak, és köteleznék őket a nyugdíj alapfizetésre, az egészségbiztosításra, szerintem sokkal kevesebben állnának sorba hónap végén a szociális segélynél a salteroknál, akik veszik fel a 14, 5 és 20 ezer dináros segélyeket. Köszönjük szépen a beszélgetést! Köszönjük mi is, reméljük, hogy az Isten velünk lesz. Az ideihez viszonyítva csak nem 1 milliárd dinárral kevesebb pénz jut jövőre a mezőgazdaságnak, hangzott el a tartományban egy értekezleten. Az idei támogatásokat a bejegyzett gazdaságok 3/4 nem kapta meg, jövőre pedig kevesebb pénzt szánnak a terület alapú támogatásra, hívták fel a figyelmet a vajdasági tisztségviselők. El sem csitult a gazdák tiltakozása a földtörvény módosítása miatt, már is újabb kellemetlenséggel kell szembesülniük. Az agrárbüdzsé függvényében jelentősen csökkenni látszik a támogatások kifizetése és módja. Ahogyan a képviselőházi eljárásba került kiegészítő javaslat előlátja, jövőre akár megfeleződhet a földalapú támogatás. Hát az idei az csak ígéretnek bizonyult,
mivel még nincs kifizetve. Hát a jövő évi tervezet, az szerintem egy szóval genocid az agrár fölött. Mivel így lépést tartani az európai kollégákkal nem tudunk. A tartományi mezőgazdasági titkár szerint megalázó, hogy az amúgy is alacsony támogatásokat még drasztikusabban lecsökkentsék, hiszen eddig is az uniós átlagtámogatás felét kapták a gazdák. Sada sa ovim smanjenjem, gde neka naša procena da će podsticaj iznositi oko 3000 dinara po hektaru, što su ostalom rekli juče i ljudi iz Fiskalnog saveta, bojim se da će konkurentnost naše poljoprivrede biti ugrožena do te mere da ćemo sledeće godine imati ozbiljne posledice i po poljoprivrednu proizvodnju, ali pre svega po životni standard i egzistenciju ljudi koji se bave poljoprivredom. A tartományi mezőgazdaságfejlesztési alap az elmúlt 15 évben a kedvező hitelekkel több mint 30 millió euróval segítette a kisgazdaságokat. A támogatások megkurtításával megkérdőjeleződik a jövőbeni működés. 97%-os pályázunk, akik kisgazdák, tehát 3-tól 5 hektáros területen gazdálkodnak, meg lenne vonva mindenféle fejlesztés a részükre. Nagyon sok család nem tudna fejlődni tovább, ez hozzájárulna ahhoz, hogy a munkanélküliség növekedne, utána az is megtörténhet, hogy nagyon sokan elhagyják Vajdaságot, mert egyszerűen nincs lehetőségük megélni. A mezőgazdasági titkár rámutatott, hogy jövőre közel 3-szor kevesebb bevételre van kilátás a jövedelmi adókból, így jelentős mértékben csökken a titkárság költségvetése is. Az eddigi 880 millió dinár helyett jövőre csak 410 millió dinárral támogathatják majd a létfontosságú beruházásokat, emelte ki Branislav Bogaroski, mezőgazdasági titkár. A Vajdasági Magyar Szövetség a mezőgazdasági támogatásokról szóló törvény kapcsán 5 módosító indítványt nyújtott be, hangoztatta Pásztor Bálint frakcióvezető. A költségvetés, illetve a kísérő törvények parlamenti vitája során azt mondta, ezt annak érdekében tették, hogy ne lehessen drasztikusan csökkenteni a szubvenciók mértékét és kedvezményezetti köreit, valamint ne csorbuljanak a tartomány és a helyi önkormányzatok támogatásokat. Odaítélési hatáskörei, fogalmazotta a VMS-es politikus. A mezőgazdasági és területfejlesztési támogatásokra vonatkozó törvényre a VMS 5 módosítási indítványt nyújtott be. Mire vonatkoznak ezek a módosítások? Mi évek óta azt mondjuk, hogy kiszámíthatónak kell lenni a mezőgazdasági támogatási rendszernek, és törvénnyel kell meghatározni a támogatási rendszert és a támogatásoknak a mértékét. Az elmúlt években ez úgy nézett ki, hogy hektáronként 2000-6000 dinárt kaptak a mezőgazdasági termelők támogatás címén az államtól. Most sajnos a törvénymódosítási javaslatban az szerepel, hogy ez az összeg maximum 2000-6000 dinár lehet, ami azt jelenti, hogy akár 10 dinár vagy 150 dinár is lehet, hiszen nincs minimum meghatározva. Világos az, hogy az ország gazdasági potenciálja és a költségvetés teljesítő képessége nem feltétlenül teszi lehetővé a mezőgazdasági támogatásoknak a növelését, de lehet, hogy a szinten tartását sem. Ugyanakkor megengedhetetlennek tartjuk azt, hogy a mezőgazdasági termelők a mindenkori kormány kényének, kedvének legyenek kitéve, és a kormány minden évben saját határozattal, rendelettel szabályozhassa azt, hogy az adott évben éppen milyen mértékű a mezőgazdasági támogatásoknak az összege. Két lehetőség állt előttünk elméletileg. Az egyik lehetőség az lett volna, hogy azt nyújtjuk be, hogy minden maradjon a régiben. Ezt a módosítási indítványt nyilvánvalóan elutasította volna a kormány, hiszen az idejében bizonyította, hogy olyan 9,5 milliárd dinár hiányzott a mezőgazdasági támogatásoknak a kifizetésére, tehát egészen egyszerűen nem lenne ennyi pénz jövőre sem. Éppen ezért a második általunk reálisnak ítélt megoldást választottuk, és ezt nyújtottuk be módosítási indítvány formájában, hogy legfeljebb 6, de minimálisan 4000 dinárt, 2x4000 dinárt tegyenek ki ezek a támogatások.
Én remélem, hogy ezt a módosítási indítványt elfogadja a kormány. Minden bizonnyal a Nemzetközi Valuta Alappal folytatott tárgyalásokra fognak hivatkozni, arra, hogy nincs pénz, arra, hogy sokkal több mezőgazdasági termelő jegyeztette be gazdaságként magát az elmúlt évben, ami tény, de erre azért került sor, mert tavaly ilyenkor a kormány csökkentette a támogatásokat, és most már nem 100 hektárig, csupán 20 hektárig fizetik a támogatásokat a mezőgazdasági termelőknek. Tehát kettő módosítási indítványunk összefoglalva arra vonatkozik, hogy ne csökkenthesse a kormány drasztikus mértékben sem a támogatásoknak a mértékét, sem pedig a kedvezményezetteknek a körét, hiszen egy olyan megoldás is szerepel a törvényjavaslatban, amely alapján elutasíthatnák azokat a kérelmeket, amelyek hiánypótlásra szorulnak, és nem tennék lehetővé a hiánypótlást. Mi azt javasoltuk, harmadik módosítási indítványként, hogy tegyék lehetővé a hiánypótlást, ahogy az egyébként a közigazgatási eljárásról szóló törvényben is szerepel, tehát enyhén szólva törvényellenes ez a megoldási javaslat, ami jelen pillanatban a törvényjavaslatban szerepel. A másik kettő módosítási indítványunk pedig egyrészt a gazdaságok bejegyzési határidejére vonatkozik, másrészt pedig arra, hogy a tartomány és a helyi önkormányzatok a jövőben is nyújthassanak támogatásokat a mezőgazdasági termelőknek. Az elmúlt nagyjából két évben ezt a csatát már kétszer kellett megvívnunk, és kétszer kerültünk ki ebből győztesen, hiszen már kétszer szerették volna megszüntetni az önkormányzatoknak és a tartománynak ezt a hatáskörét. Most újra megpróbálkozott ezzel a kormány. Mi azt gondoljuk, hogy a tartományi mezőgazdaságfejlesztési alapnak a működése, és több önkormányzat területén a mezőgazdaságfejlesztési alapok működése azt bizonyítják, hogy szükség van erre a lehetőségre. És ha a tartománynak, illetve az önkormányzatoknak van lehetősége arra, hogy a mezőgazdasági termelőket finanszírozza, támogassa különböző mezőgazdaságra vonatkozó fejlesztési elképzeléseiket, akkor azt gondolom, hogy ezt nem szabad törvénnyel korlátozni. Ismerje meg ön is a vajdasági rászoruló szegény családok történetét. Jótékonysági élőműsor december 19-én 18 órától a Pannon televízióban. A Caritas segítségével felajánlását eljuttatjuk a rászoruló családoknak és a Magyar Kanizsai Fénybárka halmozottan hátrányos helyzetű közösségének. Adományaikat a segélyszervezet irodáiban adhatják át vajdaság szerte. A műsor alatt a 024 621 401-es számon, vagy az office@pannonrtv.com e-mail címen várjuk az adományokat. Amennyiben anyagilag segíteni a rászorulókat, a felajánlásokat a Caritas 310-17-41-88-91-es bankszámla számára várják Adni Öröm megjelöléssel. Adni Öröm, december 19-én este 6 órától a Pannon TV-ben. Tegyük szebbé a karácsonyt! A jövő évi büdzsével folytatjuk, jelentősen fejlődik majd a szerb gazdaság a következő időszakban. Az ország pénzügyi helyzete is jobban alakul a vártnál, így vélekedett a pénzügyminiszter a parlamentben a jövő évi költségvetés vitájának kezdetén. A kormánypártok szerint a 2016-os büdzsé reális, még az ellenzék éppen azért bírálta, mert túl optimistának tartja azt. A 2016-os költségvetésről szóló törvény javaslata szerint a büdzsé jövő évi hiánya 121,8 milliárd dinár lesz. Ugyanakkor Dusán Vujovic pénzügyminiszter szerdán a parlament ülésén kijelentette, ennél biztosan alacsonyabb marad a hiány a jó gazdálkodásnak köszönhetően. A pénzügyminiszter szerint Szerbia gazdasága nagy ütemben fog fejlődni a közeljövőben, illetve az ország pénzügyi helyzete is a vártnál jobban alakul.
A javasolt költségvetés támogatja a makrogazdasági stabilitást és a társadalom stabilitását a gazdaság és a polgárok életszínvonalának mérsékelt növekedési aránya mellett. Így módon a költségvetés szerint az állam szociális és fejlődési funkciója közötti viszony kiegyenlített, hangoztatta a pénzügyminiszter. Dragán Sutánovac, a Demokrata párt képviselője viszont nem ennyire elégedett a jövő évi számokkal. A politikus katasztrofálisnak nevezte a költségvetés tervezetét. Ovaj budžet najavljuje dalje siromašenje građana Srbije, najavljuje dalje transfere, smanjene transfere u zdravstvu, u poljoprivredi, u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Smatramo da ti zakoni, odnosno budžet, ne obezbeđuju razvoj Srbije u budućem periodu. Smatramo da ono što smo prognozirali i o čemu smo govorili pre godinu dana kada se usvaja budžet za ovu godinu se i ostvarilo, a to je da nema razvoja, da nema rasta, da jedina ušteda u budžetu praktično je došla od smanjenja plata i transfera za penzije. Voltak olyanok is, akik bejelentették, hogy támogatni fogják a költségvetést. Ugyanakkor bizonyos módosítási indítványokat nyújtanak be. Az új Szerbia például a mezőgazdasági támogatások csökkentésének tervét bírálta. To je nešto čime Nova Srbija nikada ne može lako da se složi, zato smo predložili određen amandman gde tražimo da se milijarda dinara koja je predviđena za subvenciju privredi, a to smo dali negativan primer jer u zakonu budžeta je predviđeno povećanje budžeta za subvencije privredi sa 13 na 15 milijardi u odnosu na ovu 2015. godinu i samo smo predložili da to bude umjesto 13-14, a da se jedna milijarda preusmeri, znači iz toga fonda u poljoprivredu samo za subvencije mlekarstvu. A költségvetés tervezetében több olyan javaslat is helyet kapott, amelyek a Vajdaság számára kiemelten fontosak lehetnek. Ilyen a Szabadkai Népszínház felújítása, a Szerbiát Magyarországgal összekötő vasútvonalak fejlesztése és a Szabadkai Y elágazás. Hosszú évek múltán bekerült a költségvetésbe, 197 millió dinárról van szó. Én úgy gondolom, hogy ezen összegeket és ezt a pénzösszeget nagyon meg kell becsülni. Egy azért, mert bekerült a költségvetésbe hosszú idő után, meg hogyha figyelembe vesszük az ország helyzetét, akkor ez egy nagy dolog, hogy ki tudtuk harcolni. Nenád Csanák, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga képviselője szerint viszont a Vajdaság finanszírozását illetően semmi sem változott. Potpuno je jasno da će autonomnoj pokrajini biti i ove godine protivustavno zakinuto više od 3/4 praktično budžeta koji bi trebao po ustavu da bude u njenoj nadležnosti i sasvim je jasno da smo mi zbog toga već pripremili žalbu Ustavnom sudu zbog nepoštovanja ustavne odrednice po kojoj budžet autonomne pokrajine Vojvodine mora biti barem 7% budžeta Republike Srbije. A költségvetés tervezete szerint jövőre Szerbia 997,4 milliárd dinár bevétellel és 1119 milliárd dinár kiadással számolhat. A következő évi költségvetés tervének kialakításakor figyelembe vették, hogy 2016-ban a bruttó hazai termék várhatóan 1,75%-kal növekszik, míg az infláció eléri a 2,8%-ot. A VMS arról számolt be, hogy a költségvetési kapcsolatban azt javasolták, az Y-elágazásra biztosított 197 millió mellett a Szabadkai Népszínház építésére is különítsenek el 35 milliót. Bég Zoltán képviselőt Markovics Anna Mária kérdezte. Megkezdődött a jövő évi költségvetés vitája a parlamentben. Mit lehet tudni a jövő évi költségvetésről? Mik azok a pontok, amelyek Vajdaságra vonatkoznak, a vajdasági magyarságot érintő kérdésekre? Igen, a mai nap kezdődött meg egy törvénycsomag, ami 9 törvényből áll. Köztük van az egyik legfontosabb törvény is, a költségvetés. Itt költségvetésre szóló törvény a 2016-os évben. Itt csak úgy általánosságban mondanám, hogy 121 milliárd deficitet terveznek, ami egy reális szinten van, mivel a tavalyi év és az idei évben, 2015-es évben elég jól lesikerült a deficitot csökkenteni. A tervezetről itt a két olyan tényező hatott ki rá, az egyik a maguknak a
a fizetéseknek, illetve nyugdíjaknak a csökkentése, valamint a másik tényező, ami hatott a jobb adó megfizettetés. És ezért gondoljuk úgy, hogy a 2016-os terv, ami a deficitet illeti, az reális. Ami a vajdasági eszközöket, pénzeket illeti, a költségvetésben 35,5 milliárd körül van az úgynevezett transfereszközök, és 15 milliárd dinár van befektetésekre számva. Ezekből a befektetésekkel kapcsolatos projektunkból egy párat kiemelnék, ami nekünk nagyon fontos, úgy gondolom. Ez az Y-ág Szabadkánál hosszú évek múltán bekerült a költségvetésbe, 197 millió dinárról van szó. Én úgy gondolom, hogy ezen összegeket, és ezt a pénzösszeget nagyon meg kell becsülni. Egy azért, mert bekerült a költségvetésbe hosszú idő után, meg hogyha figyelembe vesszük az ország helyzetét, akkor ez egy nagy dolog, hogy ki tudtuk harcolni. A másik pénzeszköz, ami szintén a vajdasági magyarságot illeti, ez 35 millió dinár értékű projektumról szól, ami már 2015-ben elkezdődött, illetve szintén 35 millió dinárt fizetett az állami költségvetésből, ez a Szabadkai Népszínháznak az építési projektuma. Erre mi átadtunk egy törvénymódosítási javaslatot, amiben ki szeretnénk emelni, hogy 35 millió dinár legyen kiválasztva erre a projektumra. Ami az előző évben is volt, ez ugyanúgy benne marad a költségvetésben, és gondoljuk, hogy ez szintén egy megbecsülendő összeg. Még kiemelnék két olyan projektumot, ami a vajdasági projektumok közt van, és úgy gondoljuk, hogy fontos. Ezek egy infrastruktúrális befektetésekről vannak szó, főleg ami a vasutakat illeti. 1 milliárd 100 millió dinár van kiválasztva az úgynevezett szerb-magyar vasutakra, még 1 milliárd dinár van kiválasztva Beográd-budapesti vasútvonalra. Ezt a két beruházást azért tartsuk fontosnak, mivel úgy gondoljuk, hogyha ilyen infrastruktúrális beruházások történnek az országnak az északi részén, főleg Vajdaságban, ez elindítja majd a gazdasági fejlődést is. Mivel bármilyen országot, hogyha nézünk a környezetünkben, ahol ilyen infrastruktúrális beruházások történtek, legyenek az utakba vagy vasutakba, ott idővel elindultak a gazdasági fejlődés útján ezen régiók, és ezért tartjuk nagyon fontosnak. Általánosságban nézve milyen változásokra lehet számítani? A tervezetet olvasva, vagy annak bizonyos részeit olvasva, az látszik, hogy a nagy beruházásokat kevésbé, a kis és közepes vállalkozásokat, vagy kisebb beruházásokat jobban támogatják majd. Lehet-e adó csökkentésre számítani, vagy adó növelésre? Tehát általánosságban... Ami az általánosságban illeti, maga a bevétel oldalát nézzük, akkor az akcizákból jövő bevétel az növekedni fog egy 38 milliárd dinárral, mivel bevezetik az alkoholos italokra, akkor a benzinre, a naftára, valamint az elektromos energiára, ez most fog majd kimutatkozni. Szóval a bevételi oldalnál ezt mondanám egy nagyobb növekménynek. Ami a kiadás oldalakat illeti, maguk a kamatok nőttek meg nagyon. A kamatköltségek képezik a negyedik legnagyobb tételt a költségvetésbe, és ami jellemző rájuk a kamatokra, hogy évről évre növekednek. Hogyha összehasonlítom 2012-es évet és a 2016-os évet, egy 90 milliárddal több kamatot fizet az ország a fölvett hitelekre, ami az előzőleg fölvett hiteleket illeti. Ami pozitívum, hogy ebbe a törvénybe, illetve a költségvetésbe már nincsenek benne a közvállalatoknak a garanciákról szóló őrült nagy összegei, amit eddig az előző kormányok ezen közvállalatoknak a magának a föntartására, illetve
a hiányukra adták. Ez teljesen le lett csökkentve, 3 közvállalat van benne, 44 milliárdot tesz ki ez az összeg országos szinten. De itt meg kell említeni, hogy az eddig kiadott garanciákat sajnos aktiválták, és ez 32 milliárd dinár értékben van, ami a költségvetésben látszik. De pozitívunként kell megemlíteni, hogy ezen kiadások már a 2015-ben nem lettek növelve, 2016-ban pedig még úgyse. Szóval még mindig nagyoknak számítanak, de az állandó növekedésük meg lett állítva, és úgy is lehet mondani, hogy egy meghatározott, elfogadható nívon lett tartva. Ami pedig a támogatásokat illeti, az össztámogatás a költségvetésből egy 5 milliárd dinárral növekedett, ami szinte észrevehetetlen, vagy nem is mondanám szinte változásnak, és abból kiemelném, hogy a mezőgazdaságnak szánt támogatások összege a 2015-ben tervezett költségvetéssel egyforma arányban van, szóval 28 millió dinárt tesz ki. Itten egyes hírek szájra kertek, hogy ez a költségvetésbe, a 2015-ös költségvetésbe túl lett lépve, amit sajnos megvalósítást nem láttunk, de a miniszter úr ezt a pénzügybizottságon említette, hogy a tervezett támogatások, vagyis akik kérték a támogatásokat 30 ezerrel, növekedett a gazdaságok száma, és ezért 8 milliárd dinárral lett ez a tervezett költségvetési tétel túllépve, de a 2016-as évben ugyanaz maradt. Ennek kapcsán hozták azt a törvénymódosítási, illetve törvénymódosítást, ami a mezőgazdasági támogatásokat illeti, hogy le fogják a 6000 dináros támogatást csökkenteni. Nincs. A Magyar Mozgalom jogi szaktestülete fórum sorozatot indított azzal a céllal, hogy az érintettek minél szélesebb körének nyújtsa naprakész tájékoztatást az új legalizációs szabályokról. Vendégem a stúdióban pedig Varga László köztársasági parlamenti képviselő, jogász. Szép estét, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Mi ez a jogbogozó néven indított rendezvénysorozat? Parlamenti képviselőként nyilvánvalóan az emberek a legfontosabb feladatai a parlamenthez kötődnek, ugyanakkor egy-egy törvény megszületése után feladata kell, hogy legyen egy parlamenti képviselőnek az is, hogy annak azoknak a tartalmáról tájékoztassa az érintetteket, tájékoztassa azokat az embereket, akikre vonatkozik. Ez a Magyar Mozgalom által elindított jogbogozó címet viselő rendezvénysorozat, ez ezt a célt szolgálja. Most a legalizációs törvény a témája a most zajló fórumoknak, ugyanakkor a jövőben, közeljövőben, későbbi időszakban olyan jogszabályok is majd előkerülnek, amelyek akkor adott pillanatban lesznek éppen közérdeklődésre számot tartva, és akkor majd azokkal fogunk foglalkozni, most a legalizáció téma. Túl vannak már az első ilyen rendezvényen, tegnap este szervezték meg Szabadkán az Orka helyi közösségben, mik a tapasztalatok? Azt gondolom, hogy tegnap esti tapasztalatok azok nagyon jók olyan értelemben, hogy igényelik az emberek az ilyen típusú tájékoztatást. Annak ellenére egyébként, hogy erről a legalizációs törvényről az elmúlt években, évtizedben nagyon-nagyon sok szó esett, tele volt vele a média, és az elmúlt hetekben is, amióta folyt a parlamenti vitája, nagyon-nagyon sok tudósítás szólt róla. A részleteiről is egyébként a jogszabálynak sokat lehetett olvasni, de mindettől függetlenül az emberek jól fogadták azt, hogy végigvettük a törvény egyes rendelkezéseit, és utána pedig lehetőség volt arra is, hogy a konkrét egyedi esetekben, legalábbis amennyire egy-egy fórum erre lehetőséget nyújt, jogi tanácsot nyújtsunk, úgyhogy összességében azt gondolom, hogy nagyon jó a tapasztalat, és mindenképpen folytatjuk. Miben új ez a törvény a korábbiakhoz képest? Miben egyszerűbb?
Hát sok szempontból más a korábbiakhoz képest. Egyrésztről új olyan értelemben, hogy sokkal olcsóbbá válik a legalizációs folyamat. Olcsóbbá válik azért, mert azt a egyébként legnagyobb tételét a legalizációs folyamatnak, ami a telekrendezési illeték megfizetését jelentette, az törlődött a mostani... Ez mekkora tételt jelent? Ez nagyon változó. Egyrésztről attól függően, hogy melyik városról volt szó, attól függően, hogy melyik város részéről, de mindenképpen 5-6-7-800 eurótól több ezer euróig, és nyilván az épületmérettől is függött, és most családi házakról beszélek, amikor ezt a az összeget mondom, ez megszűnik, és ilyen értelemben jóval olcsóbb lesz a folyamat, ugyanakkor olcsóbb lesz azért is, mert a mellékelendő dokumentáció, amely elsősorban építési dokumentáció, az is sokkal egyszerűbb, tehát törvény sokkal egyszerűbb tervrajzot irányoz elő, már mint tervezőben nyújtására kötelezi az érintetteket, ami szintén olcsóbbá teszi az eljárást, mert hogy nyilvánvalóan, hogyha egy egyszerű építési tervet kell majd a tervezőirodákkal elkészíteni, akkor azért nem kérhetnek egy eurónál négyzetméterenként nagyobb összeget, vagy maximum másfél eurót, és nem pedig 4-5 eurót, amennyi egy olyan építési terv volt, amelyben minden egyes vezeték, minden benne volt. Tehát ilyen értelemben olcsóbb lett, ami pedig a másik nagy különbség a korábbiakhoz képest az az, hogy ez a törvény gyakorlatilag kötelezővé teszi a legalizációt, nem lesz kivétel, mindenkire fog vonatkozni, azokra is, akik eddig nem indítottak legalizációs eljárást. Az ő esetükben az elkövetkező egy éven belül a helyi önkormányzatok a terepet járva meg fogják állapítani, hogy melyek az engedély nélkül épült és álló épületek, és hivatalból meg fog indulni az ő esetükben a legalizációs eljárás. Azok esetében pedig, akik már indítottak legalizációs eljárást, de nem fejezték be, azok esetében pedig szintén hivatalból folytatódni fog ez a folyamat. Egyetlen egy olyan kategória van, akik esetében, pontosabban két olyan kategória van, akik esetében kérelmezni kell az eljárás elindítását. Az egyik az, akik esetében jogerős elutasító végzés született már korábban beadott kérelem alapján, ők újraindíthatják ezt a folyamatot, és attól függően, hogy most teljesítik el mostani törvényben meghatározott feltételeket, lehet, hogy sikerrel be tudják fejezni. Másodszor pedig mindazok, akik 2013-ban éltek azzal a lehetőséggel, hogy beegyeztették a kataszterbe az ingatlanjaikat olyan módon, hogy odaírták az ingatlan nyilvántartásba, hogy engedély nélkül épült épületek, ugye volt egy ilyen lehetőség 13 és 14 között, az ő esetükben viszont kérelemre indul az eljárás, és nekik fél évig áll rendelkezésre arra, hogy elindítsák kérelemre az eljárást. Az összes többi érintett pedig, ahogy mondtam, hivatalból, az összes többi érintett testében hivatalból meg fog indulni az eljárás. Van erre egyébként adott erre megfelelő infrastruktúra az illetékesek? Itt Szabadkán is például arra hivatkoztak, hogy a felügyelőségnek nincs annyi tagja, hogy igazából nem tudják, hogy a gyakorlatban ez hogy tud majd működni. A törvény egyrésztről arról beszél, azt mondja, hogy az építési felügyelők azok, akiknek a terepet járniuk kell, és ők kell, hogy egyébként a bontási végzést kiadják, mert ez egy nagyon fontos elem a törvénynek, és erről szeretnék egy-két mondatot mondani. Bontási végzést fog mindenki kapni, akinek fölfedezik, hogy illegálisan épült épülete van, ezt nem kell megijedni, a legalizációs pedig folyamat... Pedig az emberek ilyenkor simán ezért is mondom, bontási végzéssel indul majd a legalizációs folyamat, tehát még egyszer mondom, aki megkapja a bontási végzést, nem kell majd megijedni, azzal abban a végzésben szerepelni fog egyébként az arra vonatkozó tájékoztatás is, hogy milyen lépésekkel tud a folyamat a legalizáció irányába folytatódni. De visszatérve a kérdés másik felére. Egyrésztről azt mondja a törvény, hogy az építési felügyelőknek a feladata majd az illegális épületeknek az összeírása, erről egy nyilvántartás készítése. Ugyanakkor azt is lehetővé teszi, és nyilvánvalóan a nagyobb önkormányzatok élni fognak ezzel a lehetőséggel, hogy létrehozhatnak egy adhok munkacsoportot, akár önkormányzati alkalmazottakból, akár bevonva külső szakértőket, tehát olyan embereket, akik építészettel foglalkoznak, de nem az önkormányzat munkavállalói vagy alkalmazottai, és felállítva, ha kell, több ilyen munkacsoportot is, 12 hónapon belül az önkormányzatoknak kötelezettségük bejárni a teljes terepet, és föltérképezni, és minden engedély nélkül épült épületet nyilvántartásba venni.
Említette az előbb, hogy ha most már eleget tesznek a feltételeknek, azok, akiket korábban elutasítottak, akkor esetleg be tudják fejezni a legalizációs folyamatot, mert miben változtak a feltételek? Két eset van azok esetében, akiket elutasítottak. Az egyik, pontosabban két csoport. Egy csoportban azok tartozhatnak, akiket azért utasítottak el, mert például azon a városrészen a városrendezési terv az olyan épülettípus esetében, amelyel az érintett rendelkezett, nem tette lehetővé a legalizációt. Valaki 2006-ban elindított egy eljárást, és akkor egy ilyen városrendezési terv volt ott érvényben, akkor nyilván elutasították a legalizációt. Hogyha ez azóta megváltozott, és biztos, hogy lesznek olyan estek, ahol ez megváltozott, akkor sikeresen befejezhető a folyamat. Ebből lesz valószínűleg kevesebb, és ez elsősorban a társasházakra, tehát azokra az épületekre érvényes, amelyekben több lakás van, és ezek esetében általában az emelet számmal volt korábban, meg van is probléma. Ez a kevesebb. A sokkal több azok esetében, akiket elutasítottak, azok az emberek, akiket azért utasítottak el, mert felszólították őket valamilyen hiánypótlásra adott pillanatban, adott határidővel, és azon a határidőből nem pótolták azt, amit a hatóság kért tőlük, vagy az építési, vagy a tervrajzot, vagy a földmérőnek a földmérő amire által, itt nem volt pénzük. Amire itt nem volt pénzük, vagy az illetéket nem fizették be, ami ugye a legnagyobb tétel volt. Az ő esetükben ezek a problémák, ezek nyilván olyanok, amik most elhárulnak azzal, hogyha újraindul a folyamat. Az ön számításai szerint körülbelül egy átlagos családi háznak a mostani törvény szerinti legalizálása mennyibe kerülhet? Ugye egyrésztről, ami a benyújtandó dokumentációt illeti, mellékelni kell a tulajdonviszonyokat, a rendezett tulajdonviszonyokat igazoló dokumentációt, tehát ahol ezzel nincs probléma, és hát nyilván az esetek többségében ezzel nincs probléma, mert évtizedek óta laknak ezekben a házakban emberek, ott ez nem kerül pénzbe. Másrésztről kell készíteni a törvény nem így hívja, de az egyszerűség kedvére egy egyszerűsített építési tervet, tehát hogy érthető legyen, amelyet tervezőirodák készíthetnek el. A piaci viszonyokat ismerve nagyjából maximum másfél euró kell, hogy ezeknek a négyzetméter ára legyen. Az ingatlan, tehát nem a telek, hanem az ingatlan négyzetméter területét figyelembe véve. Mindenki azt az irodát keresi fel, amelyiket így akarja? Így van, amelyiket akarja, azzal, hogy valószínűleg, és a minisztérium tenni fog erre vonatkozóan, vagy tesz majd erre vonatkozóan néhány kísérletet, hogy a minisztérium honlapjára fölkerüljön azoknak az irodáknak a jegyzéke, akik hajlandóak a minisztériummal valamilyen együttműködésben eljárni az elkövetkező időszakban. Ez azért lesz fontos, mert nyilván az ő esetükben valamilyen olcsóbb árat fog a minisztérium ajánlásként megfogalmazni, mert kötelező érvénnyel ezt nem teheti meg. Úgyhogy érdemes lesz majd nagyjából új év után az építési minisztérium honlapjára ellátogatni és megnézni, hogy ezzel kapcsolatban történt-e valami, mert van egy ilyen irányú próbálkozás. A harmadik dokumentum az a földmérő által készített fénykép, vagy pontosabban kép arról, hogy néz ki az épület, tehát hogy hol van a szomszédos épületekkel, milyen viszonyban és hogy helyezkedik el. Ez is nagyjából 100 euró körüli összegbe kell, hogy kerüljön. A miniszter asszony 9000 dinárról beszélt, valószínűleg valamennyivel drágább lesz, de ez is attól függ elsősorban, hogy melyik településről van szó. Valószínűleg Belgrádban drágább, Szabadkán olcsóbb, a még kisebb helyeken meg még olcsóbb. És ezen kívül pedig a legalizációs illetéket kell befizetni a folyamat végén, amely a 100 négyzetméterig terjedő alapterületű épületeknél 5000 dinár, a 100-tól 200 négyzetméteres estében 15000, és akkor így egy fölmenő skálán 1,3 millió dinárig az a 6-7000 négyzetméteres épületek esetében. És összességében ennyi amit mellékelni kell dokumentációt, és amiért fizetni kell. Akinek egyéb kérdései is vannak, azok hol találhatják meg önt a közeljövőben? Hát azt gondolom, hogy a legegyszerűbb, hogyha a Magyar Mozgalom honlapján található e-mail címen jelentkeznek, vagy a Magyar Mozgalom telefonszámán, és egyébként járni fogjuk a terepet, tehát sokfelé lehet majd személyesen is eljönni és ezekről a kérdésekről elbeszélgetni, olyan módon is, hogy a konkrét ügyekben esetleg jogi tanácsot nyújtva. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a lehetőséget.
Ez volt már a közügyek. Köszönjük a figyelmüket, holnap 18 órától várjuk Önöket ismét a képernyők elé. További szép estét!